Ford a 2016-os év végén mutatta be a Kuga-nak a faceliftes változatát. Ez azt jelenti, hogy a Ford Kuga második generációja átesett egy kicsi modellfrissítésen. Ez leginkább kívül abban látszik, hogy kicsit változott a hűtőrács, a lökhárító, a szokásos kis apró dizájnelemek, ugye a fényszóró, és talán még számunkra fontosabb, hogy lettek új felszereltségi csomagok is, amiben most tudunk pont egy ST Line csomag, tehát egy ilyen sportosabb külsőt kapott, ami szerintem azért eléggé jól is mutat. Viszont lett ugye a Vignale felszereltségi szint is, ugye, ami a, hát gyakorlatilag a teljesen plafon, az egy kicsivel másabb modell is, hiszen ezt a zajszigetelést és más anyagokat kapott, tehát műszerfalt is akár bevonják bőrrel. De térjük vissza ahhoz, amiben most ülünk, tehát egy ST Line felszereltségű Ford Kugában ülünk, ami eddig se volt egy rossz autó, azt gondolom, hogy ezután se lett az. Ettől függetlenül egy picit olyan furcsa most a belső világa, itt főleg a kijelző környékén, ami egyébként egy Sync 3-as, tehát a legmodernebb Sync rendszert kapta meg, egy kicsit modernebb, kicsit másabb a multimédiás résznek a kinézete, kicsit gyorsabb is az egész. Tehát a monitor rész az nagyon kis mutatós is tetszik, viszont alatt ez a kicsit itt mélyedés van, és az egész kezelőfelület valahogy nekem nem jön be. Plusz itt egy ilyen simléder felett ott lett belakni CD-t, ami megint csak egy furcsán néz ki. Nem is biztos, hogy egy ilyen modern autóba kéne már ilyen nyílásnak lennie. Ettől függetlenül nagy összességében mégis hasonlít ugye a régi Kugára, hiszen nagy dolgok azért nem történtek. De valahogy nekem ez a mostani apró módosítások a belső világban annyira nem jönnek be. Ez a változat, ez a 2000-es dízelnek a 150 lovas verziója van felszerelve. Azt gondolom, hogy ez a motor jó. Ahhoz a menetteljesítmény, ami egy városban, vagy akár autópályán is szükség lehet, ahhoz pont elegendő. Van 180 lóerős lépcső, az is jó, és ugye más variációkban, más modellekben azért van ennek a motornak 210 lóerős változata is, azokat is próbáltuk meg. Igazából bármelyik teljesítmény szinte szerintem egy nagyon kellemes motor. Erre a mindennapi használatra szerintem egy 150 lóerős is bőven elegendő. És nem is az a nagy újdonság egyébként a faceliftben, hanem az, hogy már van egy 5-ös dízelből 120 lovas is, amit sajnos még nem tudtunk kipróbálni, de remélem, hogy hamarosan majd erre is sor kerül. Maga az ST felszereltség ugye egy kicsivel sportosabb üléseket is jelent, alkantara-szerű anyag itt alul, amiben ülünk, és oldalt van csak bőrborítás rajta, egész kellemes az ülés. Nekem egy picit talán az ülőlap egy picit keskeny és rövid, de azt gondolom, hogy megfelelő. Összességében tehát a menet teljesítményével teljesen elégedett vagyok. A kormányzása, meg a futóműve, ugye Ford mindig is egy picivel sportosabb hangolású autókat adott talán. Most is így van, főleg ez az ST Line felszereltsége szerintem pláne így van. Nagyon kellemes a kormánynak a fogás egyébként, ami külön ugye feláros extraként fűthető is. A váltó is megfelelő, ez a szokásos Ford váltó, nem ez a legjobb váltó, amit valaha kezeltem, de azt gondolom, mivel nem egy sportkocsi, arra, amire kell a tökéletes, és ugye lehet 6 fokozatú dupla kuplungossal is rendelni, az azért egy fokkal talán jobb a mai viszonyokhoz már. Úgyhogy igazából véve azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog nem változott itt a Kugával kapcsolatban. Kívülről egy talán egy picivel, főleg ez az ST Line csomaggal szimpatikusabb nekem. Ha nincs rajta a csomag, akkor ez a hatszögletű hűtőrács ez picit furcsa, hogy az ST Line-ba sötétített a maga a rács, tehát ilyen fekete a belseje, így egy picivel jobban néz ki belül, meg egy, hát nekem valahogy nem jön be annyira. Térkínálatra, stb. Gyakorlatilag megmaradtunk ugyanott, tehát egy ilyen 465 literes csomagtartó, amit ugye a ülések ledöntögetésével több mint 1600 literre lehet növelni. Azt gondolom, hogy ez egy tök jó adat, a kategória átlagának teljes mértékben megfelel. Úgyhogy a Kuga olyan autó gyakorlatilag, mint régen volt. Átesett egy nagyon pici frissítésen, talán ez a Sync 3-as rendszer a legnagyobb pozitívum most, ami így jött. Majd ha kipróbáljuk az 1.5-ös dízelt, majd arról is próbálok véleményt mondani. Minden más téren megmaradt ugyanolyannak, amilyen volt. Nekem az tetszik, hogy van tényleg egy ilyen sportosabb dizájn is hozzá, és valószínűleg az Vignale pedig azért egy ennél egy picivel jobb, főleg egy belső kisugárzásban jobb autó lett. Abszolút ízlés dolga, hogy valakinek ez jön be, vagy éppen egy másik márkától választ. Én senkit sem beszélnék le róla.